Április 11-én a költészet napján minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, közös versmondásokkal, kiállításokkal tisztelegnek a magyar költészet előtt országszerte. Felső Zsolcán a Rákóczi Szövetség idén is költészetnapi versmondó versenyt szervezett a Felső Zsolcai Általános Iskolásoknak a Bárcai Kastélyban. Hála Istennek nagyon jól sikerült. Mindkét iskola részt vett a versenyen, és kimagasló teljesítményt nyújtottak a gyerekek nagyon örvendetes módon. Korosztály szerint néztük, és hogy ki milyen fejlettségi szinten tudja előadni a mondandóját, a kiválasztott verset. Ez volt a fő szempont. Főleg az, hogy a kicsiknél is mennyire örömteli, hogy egyáltalán vállalják és mondják ezeket a szép verseket. Nekem ebben az az élmény, ha meggondolom, hogy gyerekeket látok verset mondani, meg hallok verset mondani. Hogy jól vagy rosszul, olyan nincs, hogy gyerek rosszul mond verset, mert ők csak azt tudják elmondani, amit átéreznek, amit magukénak tudnak, és minden vers, ami kötődik a gyerekhez, valamit épít a lelkén. Mert ez nem csak gondolat és szöveg, hanem mélyen megérinti, tehát érzelem. A versben érzéseket is mondunk el, és ez ettől szép. Az ember nem egy száraz fatuskó, nem csak keze van és feje van, és nem csak automatikusan cselekszik, teszi a kötelességét, vagy hordja a követ, vagy süt kenyeret, vagy gyógyítja a beteget, érzelmei vannak. És szerintem az az ember, akiben nincsenek érzelmek, az valahol hiányos, valamiben megfogyatkozott. Azt is mondhatnám, hogy az érzelmi fogyatékosság jele, ha valaki nem tud egy verset meghallgatni. Lehet, hogy ez így súlyos, de komolyan gondolom. De a mai nap nagyon vidám volt, 21 gyerek jött el és mondott verset, és szépen mondták. Látszott, hogy csillog a szemük, érzelmileg gazdagak voltak, nem kellett több. Este van, édesapa fáradt, aranyhajó lányom, te bonts nekem ágyat, szeridentes nyíz, puhára a vántos, ágyam szélre is, te ide mámos. Homlokom a nabú, nagyon elborongva, kicsi szárgyal rolla, leheldel a gondot. Virág fejecskére, hadd szívám fölébe, neves éjszakára, csillagod beléje. Mesélj is majd egyet szegény apukának, úgy, mintha mesélnél a hajas babának. Volt egy szegény ember, nem más a országban, nem volt annak mása, csak egy aranyhajú lány. Az alsó és felső tagozatos diákok bátran álltak a zsűri és a közönség elé. Volt, aki önállóan, volt, aki a magyar tanára segítségével választott verset. Bence Imre, édesültes apanyelvűs részlet. Nőrince Lajosnak és Krécsi Lászlónak. Kezdjük tán a jó szóval. Tár esetben jót. Ám de tóval tavat lesz, nem pedig nem tód. Egyes számban kő a kő, többes számban köveg. Nőnek nők a többese, helytelen a növek. Többesben a tő nem tűk, szabadosan tövek, amint hogy a cső nem csük, magyar földön csövek. Aranyos kerdém, van két vő, ezek talán vövek, azt se tudom mi a cör, egyes számú cövek. Csókha adják, százával vő, ez benne a jó, hogyha neten puszit kapsz, annak neve csók. Bableveset lehet sós, némelyikó savas, nem lehet az utca hós, magyarul csak havas. Miskolcon, ám Debrecenben, Győröd, Pécset, Szegeden, amíg mindezt megtanulod, belelőszülsz idegen. Ott se víz, kiadja a tűt, otthon ír egy művet. Tűt használ a műtéthez, nem pedig a tűvet. Munka után füvet nyír, véletlen se füvet. Vágy fűti a műtősnőt, a műtőt a fűtő, nyáron nyíra tüzelő, télen nyárral fűtő. Több szerhámas lefüleltek, erre sokan felfüleltek, kik a népet felültették, minnyáikat leültették. Foglárfa meg foglyuk van, nosza többi foglyuk, elkezdben a fogházból, megszökhet a foglyuk. Elröppenhet foglyuk is, ha csak mennem foglyuk. Szövőgyárban kermét szőnek, fent is lenn, meg lent is lenn. Kikent kifent késköszörű, és lenn is fenn, meg fent is fenn. A kocka új fent fordult, fent a lent, és lent is fenn. Hajmás kirem pultok körül körözött,
Hajnalkult kosarában meg egy tasak küldözött. Fölvágos a középhátvéd, három csatárt fölvágott. Hát belőle vajon mi lesz? Fasírté vagy fölvágott? Díjbirkózó győzett tussal, nehéz írják vörös tussal, lezuhanyzott meleg tussal, prémás várja forró tussal. Határidőt szabott áron, árat venne szabott áron. Átvágárad hat határon, kitartásod meghat áron. Felment, fölment, tejföl, tejföl, ne is folytasd, barátom. Első lett az ángyom lánya, a fölemás korláton. Földmérő küzd öllel, árral, árhivatal szökő árral. Árment a szökő árral, Schuster-én a szökő árral. Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen, lábasomnak nincsen lába, aki szemes szemtelen. A csinos néha csintalan, szarvas, magas le, magtalan, s farkatlan a kartas. Darusszáll a darujára, s lesz darus darvas. Rákcsáló a mérge teszi, engem lesz a méreg. Gerinces vagy rovar, netán a toportján féreg. Egyesben a vakondokok, vakond, avagy vakondok. Hasonlóképp helyes lesz a kanon, meg a kanonok. Nemileg vagy némileg? Gyakori a vicszer. Kedves eges segedre! Köszönt a svéd vicszer. Harap diák magolja. Tevéd, tévéd, téved. Merjen merni mertékkel, mertek, merték, mertek. Kis tígszor, kimosta anyukám a kádat? Viszont zásul kimossa anyukád a kámat? Óvadások ragoznak. Enyém, enyéd, enyéd. Nem tudják, hogy helyesen. Tiéd, tiéd, tiéd. A magyar nyelv, azt hiszem meggyőztelek, barátom, különleges, legszebb nyelv, kereke nagy világon. Még egyik magyar órán nézték ezt a verset, és utána én megmutatta nekem, és úgy döntöttem, hogy ez egy nagyon jó és nagyon vicces vers, és úgy gondoltam, hogy ezt megtartom magamnak írásos formában. A magyar nyelv nehézségéről és különlegességéről, a nyelvi játékokról, az érzelmekről, különböző, tehát hogy milyen nehéz ez a magyar nyelv, és milyen különleges, és hogy mi... De úgy érzem, hogy az egész világon talán mi vagyunk az egyetlenek, akik ilyen szép nyelvvel rendelkeznek. Nekem a kultúra egyik alapkövét jelenti. Nekem ez azt mutatja, hogy igen, én magyar vagyok, és hogy szép a magyar nyelv, és hogy öröm itt élni ebben az országban. Nem imádtam a verset, de örültem neki. Hát nehézséggel járt a megtanulása, de jól megtanultam. A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztalfőre ülni? Borból, vízből, mértékkel tölteni? Gyöngyö dobálni, semminek örülni? Sóhajtva, rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani minden mi élet? Havastele és hosszú-hosszú ősz. Lehet-e némán téját inni vélet, rubin téját és sárga pára húz? Akarsz-e teljes tiszta szívvel élni, hallgatni hosszan, néha-néha félni, hogy a körúton járkál a novembel, ez utcaseprű szegény betegember, kifütyülész az ablakunk alatt? Akarsz játszani kígyót, madarat? Hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt álmok minden olyan jót. Akarsz játszani boldog szeretőt? Színlelni sírást, cifra temetőt. Akarsz-e élni, élni mindörökké? Játékban élni, mely valóra vált? Virágok köz feküdni lenne a földön? S akarsz-e játszani halált? A gyerekeket értékes könyvekkel, oklevéllel és kirándulással jutalmazták. Könyvjutalmakkal, oklevéllel és az első helyezetteket egy ingyenes kirándulásra fogjuk vinni, egy zempléni vártúrára, Boldogkőváralja, Vizsoly és Fűzéri várat szeretnék megmutatni nekik. Ez a fő cél, hogy kicsit tágítsuk a látókörüket,
Ezek már a zenés irodalmi délután képei, ahol közreműködtek a Rákóczi Szövetség által szervezett versmondó verseny díjazottjai, majd a verskoncert zenekar előadását hallhatták. A verskoncert zenekara a Budapesten megrendezett József Attila Versdal Fesztiválon is bemutatkozott. A találkozón költők, versmegzenésítők és dalosok vettek részt, akik vállalkoztak a fesztivál honlapján megjelenő versek, illetve a kiemelt költők verseinek megzenésítésére, valamint az elkészült dalok előadására. Kortárs költők műveit kellett megzenésíteni, feltettek egy honlapra nagyon sok verset, és akkor abból lehetett bányázgatni, ami megtetszett. Azt fel kellett tölteni az ő honlapjukra, és akkor ennek alapján be lehetett kerülni egy ilyen versenybe, ahol végülis elég szépen szerepeltünk, hiszen ugye nyertünk egy budapesti fellépési lehetőséget, de azt nem tudtuk sajnos elvállalni, mert pont ezen a napon lett volna, április 11-én. Úgyhogy átadtuk egy másik zenekarnak, akik nagyon örültek neki, mi pedig nagyon örültünk, hogy itt lehettünk. Megzenésítették Genes Klára felsőzsoltai költőnő Valami szép című versét is, amit a kötet bemutatásakor már hallhattak, most azonban újra gondolva adták elő.
újra ajándék, újra meglepetés, hiszen még ez adathordozón nem hallottam, tehát nekem is, mintha egy második ősbemutatót hallottam volna, úgy értem meg, illetve hát most négyen adták elő, ez már egy igazi kamarazenei felállás, nagyon nagy öröm volt, és az még haba tortán, hogy egy olyan hangulatú musikát készített Gábor, amiben én azt éreztem, hogy ugyanazt a lelkületet találta meg, amit én gondoltam, és ez egy rendkívüli ajándék, mert ez nem mindig találkozik, ez a két dolog, és a mondani való ilyenfajta megszólaltatás egy új életet ad a szövegnek, úgyhogy nagyon köszönöm neki. Mi nagyon régen ismerjük egymást, mert ugye ő is zsolcai, én is zsolcai vagyok, többször találkoztunk különböző rendezvényeken, illetve a Valami Szép című kötetének a könyvbemutatóján volt szerencsém muzsikálni, és innen a kapcsolat. Tehát találkoztunk mindenféle ilyen kulturális rendezvényeken, és biztatott, hogy akkor az ő verseiből is nyugodtan csemegézzünk. A vers olyan szöveg, amelynek hangzásbeli kötöttsége, ritmusa van. A vers gyógymód, lélekharang, könycsepp vagy mosoly. A vers mindenkiben megszületik, de mindenkiben máshogy öncseng. Nem véletlenül hallottuk többször is a műsorban, hogy óriási igény van a megzenésített versekre, hiszen ez a Dalvers Fesztivál, amiről a koncert során a fiúk beszéltek, ez valóban csupán egy néhány éves megkezdett programsorozat, és évről évre gazdagabb repertoárral állnak elő, és valóban az a célja, hogy egy olyan módon szólaljanak meg a versek, ami a mai emberhez közelebb áll, és a muzsika feltétlenül az, hiszen ez mindenfajta közeg. Élni tud. Olvasva a vers is nagyon-nagyon szép, de talán zenei köntösbe öltöztetve lehet, hogy jobban befogadható. Amikor ilyen ünnepek vannak, mint a mai a költészet napja, akkor olyan hatványozottan van jelen a vers minden fórumon, és olyan sokan művelik is, vagy hallgatják, vagy valamiképpen részesei ennek a folyamatnak, hogy úgy tűnik, hogy igen, legfeljebb a forma nyelve változik, vagy alakul, vagy csiszolódik, vagy modernizálódik, de valójában ugyan egyre kevesebben vásárolnak könyvet, a könyvesboltok remekül megélnek minden mellett, és most már az internetes fórumok és különböző online lehetőségek rengeteg lehetőséget adnak a megszólalásra. Köszönöm. Én merem remélni, hogy a dalszövegek, amik a könnyűzenének is ugye a szövegei, azokból nagyon-nagyon sok szinte költemény szintű, illetve ahogy ezt a fesztiválon is láttuk, tehát közel 50 kortárs szerző töltött fel a honlapra költeményeket, ami ugye azt jelenti, hogy azért az nem egy csekély szám. A vers olyan szöveg, amelynek hangzásbeli kötöttsége, ritmusa van. A vers gyógymód, lélekharang, könycsepp vagy mosoly. A vers mindenkiben megszületik, de mindenkiben máshogy öncseng. Nem anyától lettem, hozzá már nevettem, és a napján forgalmaz ülettem.